A dobverő arra szolgál, hogy erősütéseket mérjenek vele. Általában hikorifából készül, mert ez a fafajta keményebb és ellenállóbb a többinél. Ezen kívül elnyeli az ütés erejét, vagyis a pergetés nem annyira megterhelő a készfej és a csukló számára. A hikori ütőnek jó a fogása és a tartása, tehát könnyebb eltalálni vele a megfelelő hangot. Egy guruló hárompengéjű kés alakítja ki a dobverő formáját. A fapálca becsúszik a gépbe, ami megformálja a gömb alakú fejrészt, a nyakat és az enyhén szélesedő szárat. Mindegyik ütő kap egy védő réteget. A körkések eltávolítják a tompa végződést, vagyis azt a részt, ahol a fa a befogóval érintkezett. Ez még csak durván megmunkált ütő, most jön a finomítás. A dobverő egy késekkel felszerelt forgó tokmányba kerül. A befogót fémborítás védi, mert nagyon gyorsan forog és a pengék rendkívül élesek. Az egyik borítólemezt levették, hogy jobban láthassuk a folyamatot, és ráadásul kézzel forgatják a gépet. Egyébként a kések 10 000 fordulat per perces sebességgel forognak. A lassításon jól látni, hogyan alakítja ki a gép a dobverő formáját. A végét nagyon szépen legömböíti. Most jön a vizsgálat. Először egy pár acélrúdon görgetik le őket. Ha a dobverő egyenesen halad, akkor hibátlan. De ha ide-oda imbolyog, akkor hibás és nem kerülhet forgalomba. Egy szitanyomógép rányomja a márka nevet. Ezután lemérik az ütőket, és a súlyuknak megfelelően osztályozzák őket. Elképzelhető, hogy két ütő ugyanabból az alapanyagból készült, de a súlyuk mégis eltér, mert a fa sűrűsége változó lehet, és ez befolyásolja a dobverő hangzását. Az egyik ütő 53 g súlyú, de a másik 55. A szomszédos műhelyben egy másfajta dobverő készül. Ez a filcfejes ütő. A filc gömbben lévő lyukba ragasztót öntenek, és ebbe kerül bele a nyél. A lyuk egy kicsit keskenyebb, mint a nyél, ezért a fa nagyon jól belefeszül a lyukba. A dobverők hangzását kipróbálják. Bár a súlyuk azonos, mégis lehet hangzásbeli különbség köztük. Egy számítógép elemzi a hang minőségét, és ennek megfelelően párosítja az ütőket. Olyan, mint egy online párkereső oldal. A páratlan ütők visszakerülnek a rendszerbe, amíg nem találnak neki társat. A párosítás nagyon lényeges. Ha a két ütő hangja eltér, akkor a ritmus nem lesz jó. Mindegyik ütőpárt megszámozzák. Egy kartongyűrű fogja össze a két ütőt. Egy darab lécből megszületett a fényesen csillogó dobverő.
Nem sokára kemény ütéseket mérnek vele a hangszerre.